Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott szép napot kívánok mindenkinek! Jézus bölcs! És sokszor a kérdéseiben felmerül egy olyan tanítás, ami vezet bennünket. Mielőtt meghallgatnánk, kérjük a Szent Lelket. Az Atya, Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Jöjj el, Szent Lélek, Úristen! Vezess bennünket az igazság és a szeretet útján. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Olvasom a Márk evangéliuma 12. fejezet 35-től a 37-ig. Jézus azonban, amikor a templomban tanított, megkérdezte, hogyan mondhatják az írástudók, hogy a Krisztus Dávid fia? Hiszen maga Dávid mondja a Szentlélek által, így szól az Úr az én Uramhoz, jobbon felől foglalja helyet, míg lábaid alá vetem ellenségeidet. Ha maga Dávid urának nevezi őt, akkor hogyan lehet a fia? És a hatalmas tömeg szívesen hallgatta őt. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Látjuk, hogy Jézus bölcs, és alapvetően azt látjuk, hogy egy találós kérdést tesz fel a tanítványainak, a tömegnek, a farizeusoknak, mert Jézus nagyon is tudja, hogy rá akarja az embereket vezetni az igazságra. Nehezen lehet megérteni, hogy Jézus az Isten fia, de a zsidók zsoltárokat nap mint nap imádkozták. Lehet, hogy olyat, amit nem is egészen értettek, és Jézus most világítja meg. A zsidóknak szokása, hogy akár kérdéssel is felelnek, és ezt látjuk Jézusnál, de nem kioktat, hanem rávezet egy lényeges dologra, arra, hogy ő az Isten fia. Ő ura Dávidnak, pedig leszármazottja. És valóban talán a mi életünkben is van olyan helyzet, amikor Jézus kérdésekkel terel és vezet. Legalábbis az én életemben nagyon is volt ilyen. Amikor elindultam a szerzetesi életemben, akkor kerestem, hogy mit is szeretnék ezzel az élettel, és azt láttam, hogy Isten elhív a Szociális Testvérek Társaságába. De belül nagyon-nagyon küzdködtem. És azt mondtam, hogy igenem, Istenem, én azt akarom, amit te akarsz, de ugye te ezt nem akarod. És bennem nagyon nagy ellenállás is volt, azáltal is, hogy a saját életemet, a saját érdekemet is kerestem, ugyanakkor persze akartam Isten akaratát is megtenni. És bevallom őszintén, évek teltek el, mire megmertem egyszer kérdezni igazán szívből Istent, hogy mit akar az életemmel. És nagy levegőt véve feltettem a kérdést. Istenem, te mit akarsz? És mind a mai napig emlékszem a válaszra, ami egy kérdés volt. Angéla, te mit akarsz? Megdöbbentem az ő kérdéses válaszán, mert szabaddá tett, és nem tette kötelezővé számomra előírásként, hogy szerzetes legyek, hanem így, ezek után felszabadítva az én megkötözött, egyfajta megkötözött istenképemet, szabaddá tett, és ezek után szabadon tudtam Istent választani, és szabadon tudtam azt mondani, tied leszek. És egy idő után pedig, hogy örökre. Drága testvérem, lehet, hogy neked is vannak kérdéseid Isten felé, de neki is vannak, és ezek a kérdések segítenek, hogy megtaláld az élet útját. Kérjük hát a mi szerető Istenünket, vezessen bennünket, akár kérdések útján is, az életre. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Szentlélek, Úristen, köszönjük, hogy Jézus bölcsessége kísér bennünket. Segíts, hogy megtaláljuk életünk értelmét.
és igent mondjunk Istennek mindörökké. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.